amikor azt kérdezik, hogy milyen szempontokat néz, mittől tűnik jónak egy startup, akkor kívülállónak talán banálisnak tűnő válaszokat adunk, de amikor ennek a közepében vagyunk, akkor ez korán sem triviális. Ami szerintem különösen izgalmassá tesz egy startupot az az, hogyha pontosan meg tudja határozni azt, hogy mi az, ami megkülönbözteti őt a versenytársaitól. Mi az az egy dolog, amiben ő a legjobb, és amiben más, mint a többiek. Hiszen nem elég szerelmesnek lenni az ötletben, nem elég találni egy jó célt, egy jó gondolatot, hanem már a kezdeti ponttól tudatosan kell gondolkodni arról, hogy ez a vállalkozás hogyan fogja eltartani önmagát. A csapat a legfontosabb. Mit tudtak elérni önfinanszírozással? Mennyire voltak jó a bootstrappingben? És mennyire fogják használni, kihasználni a pénzt? És ne adják fel, amikor az első nehézségekkel találkoznak. Amit én nézek egy csapatban, az elsősorban a miért, és ez alatt azt értem, hogy vajon miért kezdték el a vállalkozásukat, azért, mert szerettek volna valamit indítani, vagy azért, mert szerettek volna egy problémát megoldani. Mi az a probléma, amire alapvetően megoldást akarnak nyújtani, és valóban az a megoldás, az megoldás a problémára? Én azt látom, hogy nagyon sok jó ötlet van, mint ahogy egyébként nagyon sok jó zene is, de nem mindenki tud sikeres lenni azzal, amit csinál. Nagyon fontos, amikor cégeket ítélünk meg, hogy milyen módon tudnak együttműködni, milyen személyiségek vannak az adott projektben. Nézem a célpiac mellett ugye magát a CEO-t, az alapítót, és a mögötte lévő csapatot, tehát az emberi humán faktor szerintem nagyon fontos az ő esetükben. Egy alapítói csapatban meg kell legyenek azok a tehetségek, készségek, amik kiegészítik egymást, komplementer viszonyban válnak egymással. Persze nem minden startupnak így kell felépülni, egy alapítói csapat egy össztudást hozzon, ami képes arra, hogy azt a terméket, azt a szolgáltatást sikerre vigye. Nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy a csapatok validálják az ötletüket, azaz megvizsgálják azt, hogy az ügyfelek igényeinek teljesen megfelele az ő termékük, szolgáltatásuk, és valós problémára kínálnak ezáltal megoldást. Meg szoktam nézni, mekkora a potenciál az adott startupban. És itt fontos számomra, hogy megnézzük, hogy melyik piacra lőttök, azon a piacon mekkora a lehetőség, és mennyire számítotok újdonságnak azon a piacon, akár a megoldásotok, akár a terméketek. Mennyire különleges a startupnak a megoldása, mennyiben tud eltérni a versenytársaktól, és emellé persze nézem azt is, hogy mennyire skálázható a megoldásuk. Azon túl, hogy ügyfeleket szereznek, hogy bevételt generálnak, legyen valami fajta pozitív hatásuk, vagy a össztársadalomra, vagy a gazdaságra, vagy a környezetre, tehát túlmutasson az ő ügyük azon, hogy pénzt termeljenek. Nagyon szeretem azt a pillanatot, amikor én látom meg először valakiben azt a szikrát, amiből utána később, hogyha ez kibontakozik, akkor fantasztikus vállalkozó, fantasztikus vállalkozás lesz. Jelentkezzetek! Dolgozzunk együtt! Dolgozzunk együtt! Dolgozzunk együtt!